Meszesen új iskola épült 1956-ban. Az intézmény előcsarnokának díszítésére Gábor Emil és Soltra Elemér kapott megbízást. A két művész közös bányász freskója az évek alatt megrongálódott, így a Meszesért Egyesület kezdeményezésére gyűjtés indult a sok alakos kompozíció felújítására, amit Czakó Ferenc restaurátor vállalt el, és 3 hónap alatt végzett a munkálatokkal. A 3 millió forintból megújult freskót szombaton ünnepélyes keretek között adták át. Az itt tevékenykedő civil szervezetek, illetve a bányászati örökséget kezelő állami cégek és magáncégek olyan adakozó készek, hogy és a népfőiskolai program keretében a helyi legfőbb bányászati civil szervezet, a Béke, a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület felkarolták ezt az eseményt, ezt a felújítást és a mai átadó gála ünnepséget, úgyhogy így újra egy bányászati örökség, kulturális örökség felidézésének, hangulatának keretében tudjuk majd átadni itt a gyermekeknek, a használóknak és a városrésznek is az eredeti pompájában tündöklő freskót. Az ünnepségen Szabó Antalné, az iskola hajdani diákjai és tanárai által alapított Meszesért Egyesület elnöke a freskót a közelmúltban elhunyt Lőrinc Tamásnak, az Egyesület alapító tagjának ajánlotta.